Februárban már érkezik az adóvisszatérítés az érintettekhez. Ezzel kapcsolatban frissített fel néhány fontos információt a NAV baranyai sajtóreferense Adópercek című műsorunkban. Barlai Krisztina emlékeztetett, hogy azoknak jár a visszatérítés, akik a 2021-es évben valamilyen családi kedvezményre jogosultak. Emellett az összevont adóalapba tartozó jövedelmet szereztek, vagy az ECHO szabályai szerint teljesítették kötelezettségüket, vagy kisadózóként bejelentett magánszemélyként vannak nyilvántartva. Ha egy családban mindkét szülő jogosult volt családi kedvezményre és rendelkeztek jövedelemmel, akkor külön-külön is jár az adó visszatérítés. Ezt úgy kell meghatározni, hogy az összevont adóalapba tartozó jövedelmeket ugye meg kell határozni, ebből le kell vonni az adóalap kedvezményeket, így megkapjuk az adóköteles adóalapot, ki kell számolni az adó összegét 15%-kal, ebből, hogyha érinti az adózót, akkor még levonhatja az adókedvezményt, és az így kapott adóösszeg jár vissza, természetesen csak akkor, hogyha ez az adóösszeg befizetésre kerül. Az ECHO-s jövedelemmel rendelkező magánszemélyek az SZIA 9,5%-os részét, a katások pedig az éves befizetett adó negyedét kapják vissza. A felső határ egyébként 809.000 forint, ennél többet senki nem kaphat. Amennyiben a NAV ismeri az utalási adatokat, az összeget automatikusan elutalják. Ezen kívül a bevallási tervezet kiegészítésével, vagy a 21 SZIA jelű bevallásban igényelhetik a visszatérítést azok, akiknek nem munkáltatótól vagy kifizetőtől származó jövedelmük van, illetve azok, akik nem munkaviszonyból származó jövedelemmel rendelkeznek. Hogyha valaki nem kapott vissza összeget, vagy nem azt az összeget kapta vissza, amire számított, akkor célszerű legelőször a saját dokumentumait megnézni, a tavalyi év elszámolását, ugye a 21M30-as nyomtatványt, illetve az adókedvezmény vagy adóalapkedvezményre jogosító igazolásokat, elszámolásokat, a saját nyilvántartását, dokumentumait. Ha ezek után is úgy gondolja az adózó, hogy kevesebb összeget kapott vissza, akkor a bevallásban, illetve a bevallási tervezetben tudja azt korrigálni. A témában tájékoztatók olvashatók a NAV honlapján, de telefonon és személyesen is kérhetnek segítséget az érintettek.